Igen. Jó reggel, te külföldön vagy? Vagy csak így nem. Csöng? Én nem tudom, ja. Így csöng. Ja, rendben van. Nem vagyok külföldön. Györgyevics Benedek van a vonalban. Én szerettem volna veled egy nagyon lelkes beszélgetést folytatni a Komáromi Csillagerőt kapcsán, úgy, hogy ott vagyok, és akkor láthatom a Komáromi Csillagerődöt, élvezhetem a köztársasági elnök társaságát, ez ritka alkalom, és így tovább, és így tovább. Én mindent elkövettem volna Bence ennek érdekében, de a természet közbeszólt, és habár most csak 36-9 volt, és nem is elsősorban a tegnapi hőemelkedés, de valami olyan szarul voltam, hogy szerintem mindenki jobban járt, hogy oda, mint kórokozó nem mentem el, de teljes, tehát olyan szomorú voltam, mint hogy egy fontos randevút kellett volna lemondanom, mint hogy egy fontos randevú volt. Itt most ez az őszinteség pillanata. Sajtótájékoztatót és köztársasági elnökös megnyitót nem tudok újat ígérni, de azt mondhatom, hogy holnapi naptól kezdve viszont remélem, hogy örökkön örökké bármikor látogatható a Komáromi Csillagerőt. Ez holnaptól látogatható? Így van, holnap megnyitja a kapuit a nagy közönség számára. Úgyhogy nagyon izgatottan várja a polgármester úr is, hogy az első hétvégén vajon hányan látogatnak el a monostori erődrendszernek ebbe a felújított részébe. A ligettel kapcsolatban különböző számításokat végeztek, és erre szükség is van, ugye, ami például az amortizációt illeti. Ennek analógiáján kérdezem, hogy volt-e bármilyen elvárás, vagy van-e bármilyen elvárás a Komáromi Csillagerőd látogatásával, vagy leendő látogatottságával kapcsolatban? Komárom polgármesterével és a térség országgyűlési képviselőjével beszélve, a elvárás igen markány, szerintem a térségben élők közül mindenkinek látnia kell a Komáromi Csillagerődöt, mert ezt nyilván nehéz számszerűsíteni. Viccet félretéve igazából itt nincs ilyen számszerűségi elvárás. Azt gondolom, hogy egy kifejezetten izgalmas kiállítás jött létre, majd beszélünk róla. Mindjárt engem is meglepett egyébként a végeredmény, azt kell, hogy mondjam. Mi lepett meg? Úgyhogy... Ugye én ismertem a terveket, magát a felújítást már elég régóta követtük, hiszen a beruházás menedzsmentje az a Városliget ZRT-hez tartozott. Ez is beszélgetünk. Maga az épület szép lett, ez nem kérdés, de nagyon izgalmas volt, hogy vajon egy gipsz másolati gyűjtemény, ami most egymás között vagyunk, úgyhogy valljuk be, hogy elsőre nem hangzik a világ legizgalmasabb dolgának, ez vajon mennyire fogja feldobni ezt az épületet. És ehhez képest valami egészen döbbenetes élmény, amikor az ember itt az egykori kaszárnya épületet bejárja, és ez tényleg elkezdett életre kelni ezekkel a szobrokkal. Ott az embert becsapja a saját szeme. Amikor a Laokoon csoporttal, vagy a Michelangelo Dávid szobrának fejével áll szembe, akkor tudatosan tudja, hogy ezek másolatok, de a valóságban ő a Laokoon csoportot, vagy Michelangelo egyéb reményeit látja. Keleténél, de ha a kérdés megáll, akkor mi a válasz, hogy ennek a csillagerődnek és ami benne van, ennek mi a műfaja? Egyértelműen a kulturális élmény kifejezést tudja ezt csak lefedni. Ugye kicsit megváltoztak a felhasználói szokások. Tehát ha a történetéhez akarunk egy picit visszakanyarodni, akkor azt kell látni, hogy nagyjából a 20. század elejéig ez egy bevett gyakorlat volt, hogy elsősorban a szobrokat, és ezen belül is különösen az antik szobrokat, de akár az antikvitástól a reneszánszig terjedő szobrokat, ugye az emberek nem tudták a helyszínen megnézni, és a széles sávú internet és az olcsó repülő járatok is hiányoztak még a palettáról. Tehát aként lehetett megismerni ezeket a kiváló műveket, hogy az ember elment mondjuk a Szépművészeti Múzeumba. A Szépművészeti Múzeumot eredetileg például úgy is tervezték, hogy a belmagasság alkalmassá tegye arra, hogy befogadja ezeket. Azt mondod, én ezt nem tudom, tehát én ez nem értek, hogy ez egyébként nem magyarországi specifika volt, hanem hogy ez más országokban is hasonló módon létezett? Abszolút nem magyarországi specifikum volt, ez egy létező forgatókönyv. Nagyon sokan foglalkoztak ezzel egyébként, hogy létező műveket másoltak le, ugye festmények esetén is a reprodukció az egy igen gyakori dolog volt, de a szobrok esetén is kifejezetten gyakori dolog volt. Nyilván méretarányosak voltak. Abszolút méretarányosak voltak, és ugye ez az, ami hát több helyen kallódott aztán az országba, amikor a... Időben hol tartunk? Nagyjából a II. Világháború környékén járunk,
amikor második világháború után, amikor ugye azok a meg- és felújítások már nem történtek meg, amik szükségesek lettek volna ehhez. Tehát ezeknek a gipszszobroknak a karbantartása és restaurálása, ez valójában a gipsznek a sajátosságából, vagy mi a frászkonyhóból adódik? A gipsznek a sajátossága az különösen, tehát nagyon érzékeny a páratartalomra, a hőmérsékletre a gipsz, tehát az eredeti sokszor márványból vagy gránitból készült, vagy bronz szobrok, azok nyilván közel ennyire nem érzékenyek, itt ezzel együtt kell élni, úgyhogy most, amikor mielőtt kiállításra kerültek, teljes körűen restaurálásra is kerültek ezek a gipszgyűjtemény. Ugye egy részük... Hány darabról beszélünk? Összesen 300 darabot állítottunk ide, ennél valamivel többről beszélünk, ilyen 500-as nagyságrendről. Ez nagyon sok. Az kifejezetten sok, főleg, hogyha az ember látja ennek a méreteit is, ide most a legimpozánsabb 300 darab került kiállításra Komáromban, Csillagerődbe. Ennek egy jelentős része a Szépművészeti Múzeumnak a román csarnokába pihent, abban a román csarnokban, ami ugye bombatalálatot kapott, és ott ázott, fázott, és amortizálódott a gipsz. És az egész, arra a föl nem tett kérdésedre, hogy hogyan kerül a Városliget ZRT Komáromba és a Liget projekt Komáromba, itt a válasz, hogy ugye a Szépművészeti Múzeumnak a megújítása és felújítása az a feladatkörünkbe tartozott. Gyakorlatilag az akkori nem restaurált román csarnokot képzeljem el, mint ezen gipszszobroknak a raktárát? Gyakorlatilag igen. Ezek egyébként milyen állapotban voltak? Nagyon vegyes, tehát három helyszínre voltak szétszóródva a gipszek. Az egyik ugye a legtöbb az a román csarnokban volt, ezek kifejezetten rossz állapotúak voltak. Megtalálható volt az Igmándi erődben, már itt Komáromban, ez a monostori erődnek egy másik része, ugye ezért a komáromi kötődés, és ezért született az a döntés, hogy az az ideiglenes, időszakos állapot, hogy Komáromba pihennek a gipszek, miért ne lehetne egy felújított formában egy végleges állapot, úgyhogy gyakorlatilag ezért költöztek Komárom irányába a gipszek. Ezek is elég rossz állapotban voltak, és amik jobb állapotban vannak és voltak, és ott maradt is valamennyi, az Tatán, a Kunyi Domokos Múzeumban, ugye a tóparton lévő várépületben, ott is voltak gipszgyűjtemények raktárakba. A raktárakban lévő onnan is elköltözött, felújításra került, és most itt Komáromba kezd új élet. Felújítást ezt kivégezte? Ezt is a Városliget ZRT megbízásából kiváló gipszrestaurátorok, gyakorlatilag az ország összes élő és mindegyik, restaurátora ami most ki van állítva, azok közül egy se új, hanem mindegyik valamelyik réginek a restaurált vagy nem restaurált darabja. Így van, tehát maga a kiállítási tematika az ugye az antikvitástól egészen a reneszánszig megy végig. Hát annak megfelelően éppen olyan szoborták meg őket. Igen. Mi az elv, ahogy egyébként ezek a másolatok egymás mellé kerülnek egy-egy teremben? Kronológiai sorrend, más sorrend, C. Erről legautentikusabban nyilván a Szépművészeti Múzeum kurátora tudna nyilatkozni, aki a kiállítást rendezte és szervezte, de a legfontosabb szempont itt egy időutazás volt, tehát tényleg az időrendiség az, ami meghatározza, ez a legfontosabb rendező elve a kiállításnak. Ugye vannak az egykori legénységi lakások a kaszárnyán belül, itt vannak a különböző korok, tehát az ember elindul a görögöktől, és aztán megy folyamatosan előre, míg eljut egészen a reneszánszig, és van egy központi nagy terem, ahova pedig azok a másolatok kerültek be, mint mondjuk a Colleoni lovas szobor, egy az egyes méretarányos mása, amihez gyakorlatilag ennek a csillagerődnek az udvarán, a Mányi építés stúdió tervei alapján egy új részt is felépítettünk, hogy ez elférhessen, és egyébként egy élő közösségi tér legyen, ne csak egy bezsúfolt kiállítás. A következő kérdés az az, hogy a komáromi csillagerőd az egyébként, ha élő lény lett volna, akkor tudta volna, hogy őt egyébként majd, hogyha rendbe hozzák, akkor őt arra szánják, hogy ezeket a szobrokat befogadja. Tehát miért pont a komáromi csillagerőd? Ugye azáltal, hogy az Igmándi erődbe, tehát a monostori erődrendszer másik részébe voltak gipszek, ez volt a fő döntés. Ez a kormányzati szándék. Megszületett a döntés, mikor született meg, és ki hozta meg? 2015-ben született meg a kormány végső döntése arról,
hogy a Liget projekt keretén belül újul meg a komáromi csillagerődés, hogy ide költözik ez a gipszmásolati gyűjtemény, tehát ez egy kormányzati döntésen áll, a finanszírozást is a kormány biztosította. Azt, hogyha élőlény lett volna a csillagerődő, pontosan erre készült-e, ugye az egész osztrák-magyar monarchia legnagyobb erődrendszere az, ami egyébként a 48 utáni időszakban épült, tehát 50-től 71-ig épült maga az erődrendszer, és ennek a része volt a komáromi csillagerő. Azt érdemes megnézni, mert önök ugye két része van, az egyik az Magyarországon, a másik Szlovákiában, és hát ez egy egészen elképesztően kiterjedt erődrendszer. Tehát azt nem tudom, hogy az ember fantáziája el tudja képzelni, hogy ott mi mindent hoztak létre. Ez egy másik kérdés, hogy ez milyen mértékben ette meg az idő, meg hát ugye, ahogy ott oroszok meg mások tartózkodtak, az szintén nem tett neki jót. 200 ezer ember tudott egyidejűleg ebbe a komplett erődrendszerbe, nem a csillagerődbe, hanem az egész monostori erődrendszerbe tartózkodni, úgyhogy tényleg egészen döbbenetes méretekkel találkozunk. Ez a csillagerőd, ez milyen állapotban volt? Jobb állapotban volt-e a csillagerőd, mint a gipszszobrok? Elképesztően leromlott állapotban volt, tehát lehet sejteni, hogy ez katonai, valós katonai funkciót már nem töltött be, ugye annak, aki ritkábban jár Komáromba, ezt nagyjából úgy kell építészetileg is elképzelni, mint a mindennap látott citadellát. Tehát ugyanabban a korban épült. Csak nem egy magaslaton van. Csak nem egy magaslaton van, hanem a Dunaparton húzódik tulajdonképpen végig. Nagyon rossz állapotban volt. Ugye az elmúlt 30-40 évben ezt megkapta a helyi áfész is, aki zöldségraktárként használta, ami mozdítható volt, azt elvitték az erődből, de hát azért ezeket a masszív történelmi falakat nyilván nehéz kikezdeni, úgyhogy az alapjai megvoltak, és egy bécsi katonai archívumban a tervező megtalálta az eredeti terveket is, úgyhogy Mányi Istvánék minden tekintetben az eredeti tervekhez igyekeztek visszanyúlni, nyilván egy-egy helyen kinyitották a teret annak érdekében, hogy ez ne csak egy gipszmásolati múzeumként tudjon működni, mert ez a kulturális funkció, ami életet lehel a komáromi csillagerődbe, hanem alapvetően ez egy olyan közösségi térként, ahol a Komáromban nagy számban lévő rendezvényeket, eseményeket meg lehet tartani, erre mind az erődnek az udvara, mind pedig a kialakított belső terei abszolút alkalmasak. Akárcsak a Városligetben épült intézmények, vagy lévő intézmények, ez is 99 évre valamit üzemeltetésre, vagy ez kivétel a szabály alól? Ez egy kivétel a szabály alól, itt mi klasszikus ingatlanfejlesztőként viselkedünk, megépítettük és a beruházást végigvittük. Keze el van eresztve? Ezt mi Komárom városának adjuk át, és a Monostori Erőd non-profit Kft. Tehát ez most kezeli. Így van. Tehát ez tulajdonképpen innentől kezdve ennek a működtetése és üzemeltetése az erődrendszer egyéb részei tekintetében már gyakorlatot szerzett komáromi társulás feladata. Zeneház egy közel ismerősöm arról számolt be, hogy jöttében mentében, mint Harun al-Rashid vagy Mátyás király, volt a Ligetben, és hogy már nincsenek ott, ő legalábbis arról számolt be ezek az izék, a kerítéselemek, és hogy ránézett a zeneházára, és ő kivételesen azok közé tartozott, aki azt mondta, hogy ez milyen kurva jól néz ki. De most én nem erről akarok beszélni, hogy kurva jól néz ki, vagy sem, mert én most nem jártam ott, és nem tudom így megítélni. Ő ezt így mondta el, hogy nagyon impozáns. Mit lehet tudni a zeneházáról, amely talán az átadást tekintve a következő intézmény lesz? Talán december. Így van. Maga az épület már idén évvégén elkészül, és aztán de jövő évelején. Az nem üzemi terület? Tehát ha valaki most meg akarja nézni, akkor én egy kicsit csodálkozom a kémed állításán, mert továbbra is építési területnek minősül, és a külső palánkok ott vannak, amire ő gondolhat, az, hogy ugye most már az egészen apró finom hangolások zajlanak a zeneházánál, például az akusztikai behangolások. Múlt héten járt itt a japán hangmérnök, aki a zenei tér, az előadó térnek a hangzását vizsgálta, ugye ez egy különleges dolog, hiszen egy üveg belső területbe nem vízhangot létrehozni, az egy kifejezetten nehéz feladat, és ennek érdekében a helyenként 13 méter magas, ugye teherhordó üvegszerkezet, ami ennek az egész
zeneházának a különlegessége, hogy tulajdonképpen ezt a lebegő tetőt hozza létre ezzel az üvegszerkezettel. Erről került le egy jelentős területen a védelem, úgyhogy ha valaki a kerítés mögül be tud lesni a Magyar Zeneházához, akkor már nem egy elpalánkolt épületet lát. Azt írja a kémem, hogy közvetlenül mellette ment el. Közvetlenül mellette, akkor valószínűleg egy olyan időpillanatban, amikor éppen a kerítés áthelyezésére kerül. Ezt ő nem tudhatta. Ebben a másodpercben, úgyhogy akkor ő azon szerencsések közé tartozott, aki két hónappal megerőzte a korát. Két hónap múlva egyébként már a nagy közönség is láthatja kívülről. Most még be kell tartanunk az építési szabályokat, de nyilván az egy építési terület. Ott gépek forognak, jönnek, mennek, úgyhogy sisak és megkülönböztető mellény nélkül ott még nem érdemes. Nem kérdezek napot, de melyik hónap? Mármint az épület elkészülte, az még az idei évben, tehát december közepén megtörténik, és a jelenlegi tervek alapján, amikor az intézmény is be tud költözni, akkor jövő év legelején megnyitja a kapuit a nagy közönség számára. Bata izgatott? Hát hogyne, természetesen, hiszen itt ugye... Ő az igazgatója ennek. Így van, így van. Egy teljesen új intézmény jön létre a semmiből, tehát a Magyar Zeneháza nem egy beköltöző, mint mondjuk a Néprajzi Múzeum, a szó jó értelmében itt a beköltözőt, vagy a Szépművészeti Múzeum, aki egy helyben maradó, hanem egy teljesen újonnan létrejövő intézmény, úgyhogy itt nagyjából 50-70 embernek a felvétele zajlott az elmúlt egy évben, és a katonás rendbe történő szervezése, hiszen itt a zenei programoknak a folyamatos biztosításától, a csapoknak a tisztántartásán át, a kiállításnak a folyamatos látogathatóságának a biztosításán keresztül végtelenül sok feladat van, és ez valóban így van, hogy ez Batta András kezében szerintem egyébként a legjobb helyen van, úgyhogy nagyon aktívan foglalkoznak. Én már láttam előzetes műsortervet, szerintem nem fogunk csalódást okozni. Ez is ennek a költségei is a Városliga ZRT-t terheli? Így van, tehát ugye a Magyar Zeneházát, a Magyar Zeneháza Nonprofit Kft. Fogja üzemeltetni, a Magyar Zeneháza Nonprofit Kft. Pedig egy 100%-os leányvállalata a Városliget ZRT-nek. Tehát az épület működtetéssel, üzemeltetéssel összefüggő költségek is nálunk vannak, illetve az intézmény működésével kapcsolatos költségek. Hát ez egy külön izgalmas kérdés lesz majd, amikor ezek elkezdenek üzemelni. Ezeknek a részleteivel te már többé-kevésbé tisztában vagy, vagy ez még a jövő zenéje? Ez egy eléggé régóta érlelődő koncepció részeként történik, tehát maga a Városliget az egy szolgáltató ligetként lett felépítve. Mert ugye azért te mégiscsak egy ingatlanfejlesztő vagy, és egyébként ennek a fizikai fenntartója, de ugye könnyen kerülhetsz abba a helyzetbe, mint az Amadeus című filmben a nagyherceg, vagy nem tudom Miki, aki ugye azt mondta a Mozartnak, hogy nagyon jó, de túl sok a hangjegy, tehát hogy tök jó, hogy itt van ez a zeneháza, de hogy nem lehetne ebben kevesebb vagy olcsóbb eseményt feltartani, mert ugye te nem egy kulturális minisztérium vagy nem egy impresszárió, akinek egyébként ez lenne a klasszikus feladata. Ez merőben új lesz majd. Ez valóban így van, ugyanakkor elég régóta készülünk erre, 2015 év eleje óta tudjuk, hogy a Magyar Zeneháza vagy a Millennium Háza intézményi szinten is hozzánk tartozik, úgyhogy ez az identitásunknak egy fontos része. Gyakorlatilag akkor, amikor itt több részből tevődik össze maga a Városliget ZRT, ez a kezdetektől, az üzemeltetéssel és a működtetéssel, mind a szó fizikai infrastruktúra értelmébe, tehát hogy itt mindig meleg legyen és mindig hideg, amikor melegnek kell lenni, akkor legyen meleg, és amikor hidegnek, akkor optimális esetben akkor legyen hideg. Tehát ezzel foglalkozunk. Nyilván ez egyébként közel hasonló tudást igényel a cégtől, mint maga az ingatlanfejlesztés. A tartalmi része, tehát hogy ez egy folyamatosan működő kiállítás legyen, időről időre izgalmas időszaki kiállítások költözzenek be a Magyar Zeneházába, illetve a zenei kínálat és a zenei programok azok kellően színvonalasak legyenek, ugyanakkor ne legyenek
akkora érdeklődésre számot tartóak, hogy a 300 fős terem nem tudja kiszolgálni. Ugye ez egy zenei csodák palotája, ami nem akar konkurálni a művészetek palotájával, vagy az operával, vagy akár csak az újonnan létrejött Eiffel műhelyházzal sem. Tehát, hogy ennek az egyensúlynak a megtalálása, ez intézményi feladat, ennek a letéteményesebb Bakta András, aki azért a kezdetektől a projektnek a része. Úgyhogy ez egy izgalmas és új feladat lesz nekünk, de készülünk rá. Ugye most kitérhetnénk, de nem tesszük az idő rövidsége miatt, de hát a jövő héten úgyis folytatjuk, hogy ugye vannak még ilyen nyúlványai a Városliget ZRT-nek, ugye van egy új nyúlványa, vagy legalábbis egy tervező asztalon lévő nyúlványa, ez ugye a Demeter Szilárddal való együttműködés és a Diák-sziget, valamint az Opera háznak a felújítása. Ezek mind egyébként adott esetben klasszikusan az ingatlan fejlesztéshez tartoznak, miközben egyébként a cég nevéhez nem kötődnek közvetlenül, mert ugye nem a Városligettel kapcsolatosak. Ezekről majd két mondatot a jövő héten váltunk, és aztán klasszikusan megtartjuk magát a Városligetet. Jövő héten beszélünk róla. Jól bírtam mindazt a gyűrődést, amit a Városliget megélt euharisztikus kongresszus nemzeti vágta kapcsán, és még mielőtt valaki félreérthetően szeretné értelmezni a kérdésemet, itt valójában ezek az események úgy kerültek egymás mellé, hogy egy olyan igénybevételt feltételeztek, amely messze meghaladja azt, hogy ott hétköznapi módon használjanak egy parkot. Szerintem relatív jól vizsgázott a liget, bírta ezt a terhelést, nyilván voltak kritikus időszakok, akár a mélygarázs tekintetében is látjuk ezeket a kiugró értékeket, de abba bízom, hogy az a pár tízezer vagy százezer ember, aki ezen események kapcsán megfordult a liget környezetébe, ők legalább a saját szemükkel győződhetnek meg arról, hogy mi is az, ami igazából a Városliget megújítása címszó alatt itt a ligetben történt. Köszönöm a rendelkezésre, állást, folytatjuk. Személyesen örömmel. Azért nem tűnök föl melletted, mert mi lenne, ha nem lennél náthas? Ha meggyógyulsz, akkor örömmel találkozom, okay. Természetesen. Szia! Jobbulást, szia! Át fogom adni. György Javis Benedeket hallották, a Városliget ZRT vezérigazgatóját.